kampány délutánon. Ugye egy kiegészítő előadásunk van ma. Azt mondtam az előadásról az alkalmával, hogy ezen az előadáson arra a kérdésre keressük a választ, hogy Jézus mit mondott erről a világról, hogy milyen lesz az ő eljövetele előtt a világon. Mielőtt megtartanánk ezt az előadást, előtte hallgassunk meg egy verset. Krisztus mindig imádkozik. Imádkoztam, mikor az élet örömébe a szívedet tobzó nevitted. Csillogott előtted gazdagság hírnév, és nem tudtad, hogy semmi sem a tiéd. Imádkoztam, mikor a nagykeresésben egyet mindig-mindig elfeledtél, mikor sorba szedted álmaid s vágyaid, de egyet mindig-mindig félretettél. Imádkoztam, amikor csalódtál, keserűség ömlött a lelkedbe, mikor elszakadt az ígéretlánca, és elszállt örömöd, mint virágról a lepke. Imádkoztam a nagy viharban, mikor szikla dőlt, s a szívedre szakadt. Imádkoztam, hogy maradjon hited, amikor már semmi sem maradt. Imádkoztam, mikor mindenki már réges-régen elhagyott. Vártam csendesen a szíved ajtaján, s te nem hallottad, hogy kopogtatok. Imádkoztam nagy féltő szeretettel, s küzdöttem a próbák éjjelén. Kerestelek a széles utakon, s a göröngyöket simítgattam én. Kitárt karokkal hazavárlak, ha fáradt szíved pihenni vágyik. Nézd, nem messze a túlsó parton, az örök hon fényessége látszik. A mai előadásunkon, mint ahogyan a címéből is fakad, ugye bibliai témával foglalkozunk, és én arra hívom önöket, hogy kérjük annak a segítségét, aki a kezünkbe adta a Bibliát, és bölcsességet adhat ahhoz, hogy a Bibliát megértessük, és arra hívom önöket, hogy hajtsuk meg a fejünket, jó? Ahogy ülnek nyugodtan, hajtsák meg a fejünket, és néhány szóval mondjunk egy rövid időt. Jóistenünk, hozzád jövünk most, hiszen te adtad a kezünkbe a Szentírást, és te ihletted ezt a könyvet. Mi szeretnénk ezt most tanulmányozni, és arra a kérdésre választ találni, hogy mit mondott Jézus, mi előzi meg ezen a világon az ő eljövetelét. Mi arra szeretnénk téged kérni, Jó Istenünk, hogy mivel te adtad a Bibliát, te tudod nekünk megmutatni ennek a mélységeit és rejtelmeit. Ugye te lelked által most mutasd meg, Jó Istenünk, a mi kérdésünkre a választ. Jézus Krisztus nevében. Amen. Erre a kérdésre a választ három példázaton keresztül fogjuk majd megnézni. Mind a három példázat Máté evangélium a 25. fejezetében található. Máté evangélium a 25. fejezetében. Mind a három példázatot el fogok olvasni. Természetesen az idő az nem teszi lehetővé, hogy mind a három példázatot ugyanolyan mélységgel utassuk. Az első példázatra hosszabb időt szánunk, a másodikra, a harmadikra kevesebben. És nem minden részét szeretnénk a példázatnak kivesézni, csak azt a részét, ami a számunkra a kérdésünkre ad világos választ. Előtte azonban engedjenek meg egy történet. Az Egyesült Államokban történt, hol is máshol, hogy egy izgatott nő hívta fel a biztosító társaságot. A hölgy éppen hazafelé tartott a kocsijával, amikor felhívta a biztosító társaságnak a munkatársát. A beszélgetés rögzítették. A következőképpen hangzott. A hölgy igen izgatottan telefonált, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, azért hívtam önöket, mert szeretném, hogyha a lakásomra kötött biztosítás összegét duplájára emelhetnék. És azt mondta a férfi, ismerik az ilyen biztosított társaságokban, hogy az szokott történni, hogy örülünk a hívásnak, igazán megtisztelő, hogy bennünket választott újból, semmilyen akadálya nincs annak, hogy ezt megtegyük, holnap kérem fáradjon az irodámba, hozzad a lakásnak a papírjait, és akkor mindent szépen elintézünk. Hölgy válaszol, hogy ne haragudjon, nem értett meg engem, én azonnal szeretném most megváltoztatni az eddigi szerződésemet, és szeretném, hogyha duplájára nőne a lakásomra kötött biztosítás összege.
A férfi nyugodtan válaszol, hogy hát olyan probléma van, hogy telefonon keresztül ezt nem lehet megoldani, de ne csüggedjen, holnap bejön, személyesen fogadom önt, és akkor megkötjük az új szerződést. És a hölgy most már nagyon indulatosan mondta meg, hogy értse meg, hogy én itt és most szeretném megváltoztatni a szerződésemet, és azt akarom, hogy itt és most, ebben az órában a duplájára emeljék a lakásomra kötött biztosítás összegét. És a férfi mondta neki, hogy nézze, hölgyem, értsem el meg, hogy nem tudok önnek segíteni, de holnap tudja mit, kimegyek önhöz, kimegyek az ő lakására, személyesen, és megköthetjük az új szerződést. És a következőt válaszolta, uram, ön nem ért engem, én most kocsival tartok hazafelé, mert a tűzoltók kint vannak a házamnál, amely lángokban áll. Úgyhogy maga holnap nem tud kijönni hozzám, mert a lakásom le fog égni. Ezért szeretném, hogyha gyorsan most kötnék egy új biztosítást a lakásomra, dupla pénzt kapjak a lakásomra. Vannak olyan dolgok az életben, amikor későn döntünk dolgokban. Nem tudom, hogy jártak-e már így, hogy jártunk-e már így. Én biztos vagyok benne. Vannak dolgok az életben, amelyet szeretünk halogatni. Ilyen dolog a reggeli felkelés. Nem tudom, ki hogy áll vele. Én éjszakai baboly típus vagyok, hogy bármeddig képes vagyok tanulni, olvasni. De reggel nem szeretek felkelni korán. Ennek ellenére felkelek mindig, mert muszáj. Tehát én általában 6 órakor, lehet valakinek ez nem korán, én 6 órakor szoktam minden reggel kelni, fél 6 óra tájékában. De nem szeretek fél 6-6-kor felkelni. Vannak dolgok, amit halogathatunk, és vannak dolgok, amelyeket nem halogathatunk, mert a körünkre égnek. Ilyen például a tanulásnak a kérdése. Ugye most vizsgőidőszak van, és az egyik hallgató küldött egy szép kis Facebook, a Facebookon egy szép kis gondolatot nekem, hogy talán győzni jöttem, de elég lesz a kettes is. Győzni jöttem, de elég lesz a kettes is. Miért? Mert ugye, hát addig húzta a tanulásra való felkészülését, hogy lemaradt róla, de hála Istennek most lehetőséget kapott arra, hogy készülhessen még egy ideig. Úgyhogy a januárban pótvizsgáció. Szóval van az ember életében olyan, amikor az ember halogat dolgokat, és aztán a körmére ég. Valamit nem szeretnék elvégezni időben. A kisfiamra jellemző, hogy nem szeretne porszívózni, próbáljuk arra nevelni a fiúkat, hogy a saját szobájukat tartsák rendben, hát több kevesebb sikerrel, akinek van gyermek, azt tudja, hogy több kevesebb sikerrel szokott ez járni. A kisfiam nem szeret porszívózni, de amikor elérkezünk oda, hogy lejárt a játékidő, és most már tanulni kell, akkor jön apa, nálatok is kiporszívózok, de csak kelljen az idő valahogy, te kelljen tanulni. Szóval vannak dolgok, amelyeket halogathatunk, és vannak, amelyeket nem. Vannak, amelyek katasztrófát okozhatnak az életében, ha halogatjuk, és vannak olyanok, amelyek esetleg kisebb kárral jár. Én úgy gondolom, hogy a Jézus Krisztus második eljövetelére való felkészülésünkkel kapcsolatban nem késlekedhetünk. Az nem egy olyan téma, amit halogathatunk. Valamennyiünknek szembe kell néznünk legalább életünk során egyszer azzal a kérdéssel, hogy mit kezdünk azzal, hogy Jézus eljön. Nyilvánvalóan ezt a kérdést azok teszik fel, akik hisznek abban, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy Jézus valóban egy történelmi személy volt, amelyre régészeti bizonyítékaink vannak, hogy Jézus valóban élt, Jézus meghalt, Jézus feltámadt, és Jézus azzal az ígérettel ment el, hogy vissza fog jönni. Általában az emberek eddig elhiszik a dolgokat. De hogy még vissza is jön Jézus, hát az már nehezebben. De élete során minden ember, aki keresztény értékeket vall, vagy foglalkozik a Biblia világával, fel kell, hogy tegye a kérdést önmagában, hogy mit teszek akkor, hogy Jézus eljön. És ezzel kapcsolatban, amikor nem a mikorról kezdünk el beszélni, mert általában az embereket mindig jobban érdekel a mikor, na most a Jézus tanítványi is így voltak, Jézus soha nem adott erre olyan választ, hogy megmondta volna, hogy mikor jön vissza, órára, percre pontosan, de annál többet beszélt arról, hogy hogyan lehetünk készen az ő eljövetelére, mit jelent a készenlét az ő eljövetelére, illetve, hogy milyen lesz a világ akkor, mielőtt ő eljön erre a földre. Máté evangélium a 25. fejezetét fogjuk most tanulmányozni, de hadd mondjam el, hogy nagyon nehéz különválasztani az azt megelőző fejezettől. A 15.-16. századtól, a könyvnyomtatástól találunk a Bibliában fejezeteket. Korábban nem volt. A Biblia folyamatosan volt, hogy így mondjam, írva, és a könyvnyomtatással együtt osztották fejezetekre.
Ilyen értelemben külön van a 24. és a 25. fejezet, de valójában teljesen összekapcsolódik egymással. Ha a 25. fejezetnél fellapozzák a Bibliát, akkor úgy kezdődik a 25. fejezet, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Na de mikor? Mit jelent az, hogy akkor? Nyilvánvalóan az akkor kifejezés utal a korábbi fejezetre, arra, amit Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében mondott el. Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus nagy apokaliptikus beszédét olvashatjuk. Lényegében Jézus arról beszél Máté evangélium a 24. fejezetében, Márk evangélium a 13. fejezetében és Lukács evangélium a 21. fejezetében, hogy mi lesz ezen a világon az ő eljövetele előtt. Globális jelenségekről beszél Jézus. Ha nagyon röviden akarnánk összefoglalni, akkor azt lehetne mondani, mert jövőre szeretnénk folytatni a világvége várások az ókorban napjainkban című sorozatot, és ott külön egy előadást fogunk szentelni Jézus nagy apokaliptikus beszédére. De röviden azt lehetne mondani, hogy Jézus olyan globális problémákról beszélt ezen a világon, amely érinti a természetet, amely érinti teljesen a mi gazdaságunkat, érinti az egészségügyet, érinti a politikai életet, érinti a vallási életet, és egyfajta globális problémaként jelennek meg ezek a Földön, tehát nehézségekre utal Jézus ezen a Földön. De igazából azt mondja Jézus, hogy az ő eljövetelének a jele nem ehhez köthető, hanem ahhoz, hogy az evangélium hirdettették az egész Földön. Erre kevesebbet szoktunk figyelni, pedig valójában Jézus erről beszélt, hogy amikor majd az evangélium hirdettetik az egész Földön, akkor jöjjön a vég. És a 24. fejezetet Jézus egy gondolattal zárja le, a következőt mondja Jézus: vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házról, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. És ezután tér rá Jézus a 25. fejezetben három példázat. Nyilvánvalóan a Biblia nem tartalmazza Jézus egész életét, csak a legfontosabb eseményeket. János evangélium úgy fejeződik, hogy azt mondja János, hogy nem lenne elég a föld összes könyve ahhoz, hogy Jézus minden történetét beleírjuk. De van három olyan példázat Máté evangélium a 25. fejezetében, hogy Jézus arról szeretett volna beszélni, hogy milyen világ előzi meg az ő eljövetelét, és ezzel kapcsolatban hogyan tudunk készen lenni az ő eljövetelét. Ismerkedjünk meg tehát ezzel a három példázattal. Mivel ugye a szóban is benne van, hogy példázat, ezért azt látnunk kell, hogy ezek több ezer évvel ezelőtti dolgok. Nyilvánvalóan nem a mi nyelvezetünk van megfogalmazva, az akkori emberek értették, mi már nehezebben, tehát a legelső dolog, hogy azonosítanunk kell a szereplőket, azonosítanunk kell a szimbólumokat, ahhoz, hogy megérthessük igazából a Bibliának ezt az üzenetét. Máté evangélium a 25. fejezet első versétől így hangzik Jézus első példázat. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országon a 10 szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, 5 pedig bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény, mindannyian elszúnyadtak előttek. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imbolja a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek: adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kiavusznak. Az eszesek pedig felelének mondván: ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatok. Mikor pedig benni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készek voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezárták az ajtót. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta: bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia. Ez tehát az első példázat. Próbáljuk azonosítani ennek az esküvőnek a szereplőit. Nagyon különös esküvő, ugye a vőlegény elmegy, késik, a násznép elalszik. Milyen érdekes, hogy a vőlegény késik, nem a mennyasszony. Általában Magyarországon a mennyasszony késik, és nem a vőlegény. Láttam egy jó képet,
egyik tanuló küldte a Facebookon, térdelnek az oltár előtt, a férj és a feleség és a férj talpára fel volt írva, hogy help me, tehát segítsetek engem, vagy mentsetek meg. Tehát egy különös esküvő képe bontakozik ki előttünk, úgy tűnik, hogy minden rosszul sikerül. Ki lehet az a vőlegény, akiről Jézus beszél, hogy elment, és aztán úgy tűnik, hogy ugye későn jön vissza, de mégis visszajön a mennyasszonyára. A Biblia egyik legmélyebb szimbóluma, hogy Jézus úgy mutatja be, mint vőlegényt. Amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, ebben a példázatban a vőlegény, aki elment, és úgy tűnik, hogy később jön vissza a mennyasszonyáért, az ő maga, Jézus Krisztus. János evangéliumában a következőt olvashatjuk, János evangélium a 14. fejezetében, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyen. Azaz, azt látjuk, hogy a vőlegény elment erről a földről, maga Jézus Krisztus, most helyet készít azoknak, akik őt szeretik, majd visszajön az ő mennyasszonyáért, hogy ahol ő van, ott legyen az ő mennyasszonya is. Ez kicsit hasonlatos ahhoz, mintha azt mondanánk, hogy van egy vőlegény és van egy mennyasszony, a vőlegény elmegy, hogy helyet készítsen az ő mennyasszonyának, megvásárolja mondjuk a házat, elkészíti a házat, majd visszamegy a mennyasszonyáért, mert szereti őt, és a mennyasszonya is várja őt, és amikor találkoznak, akkor magával viszi az ő mennyasszonyát. De ki a mennyasszony? Ha Jézus a vőlegény, akkor ki a példázatban a mennyasszony? A Biblia azt mondja, valaki azt mondja, Mária Magdaléna, ugye, mert Jézus nős volt. Ez hazugság. Jézusnak nem volt felesége ezen a földön. Akkor ki a mennyasszony? Kiért jön vissza Jézus? A Biblia egy másik nagyon mély hasonlata, hogy Isten egyházát mennyasszonynak nevezi. Tiszta mennyasszonynak. Annak a közösségnek, amely szereti Jézust, és várja az ő urának érkezését, várja a vőlegény visszatértét, hogy ismét együtt lehessenek a menny és a föld egyé válás. Csak hogy ebben a példázatban, ami eddig olyan szépen indul, és nagyon jól néz ki, van egy probléma. Mégpedig az, hogy a mennyasszony úgymond, de a mennyasszonyok, a szüzek nem egységesek. Azt mondja Jézus, hogy van öt balga, meg van öt bölcs. Mit jelent ez? Ha a mennyasszony a Krisztust váró egyház, akkor nem jelenthet más, mint azt, hogy Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy mielőtt ő eljön el a földre, a keresztény Krisztust váró egyházban megoszlás lesz. Elképzelhető az, hogy ugyanazt a Bibliát olvasó emberek gyökeresen másképpen látják a bibliai hitigazságokat? Az egyik leggyakoribb kérdés előadáshozat alkalmával, hogy mindig megkapok, hogy tessék már megmondani, hát most már itt tessék már, képzeljék el régebben, még azt mondták, hogy mondja már meg, most már tessék már, ez már borzasztó egyébként találkozom, és jönnek fiatalok, és a többiek nem tudom, hogy sziasztok nekem, meg jó napot kívánok, én is oda járok, furcsa. Szóval, már csak a csókolom jelzi. Szóval igen, lehetséges, a leggyakoribb kérdés, hogy ha ugyanazt a Bibliát olvassod, akkor miért van annyi keresztény felekezet? Miért van több száz keresztény felekezet, ha ugyanazt a Bibliát olvassuk, ugyanazt a Bibliát valljuk, ugyanazt a Bibliában hiszünk, ugyanabban az Istenben hiszünk pontosabban, hogy lehet, hogy annyiféle keresztény felekezet van? Jézus pedig arról beszélt, hogy igen, az ő eljövetel előtti időben ezen a földön egy megoszlás állt. A kérdés az, hogy mi a különbség a bölcsek, meg mi a különbség a bolgár között. Először nézzük meg, mi a hasonlóság. Azt olvashatjuk, hogy mind az öt szűz, aki balga volt, és az öt bölcs szűz is, úgy mondta, mind a tizen, lámpásokat tartanak a kezükben. Mind a tíznek van lámpása, ugye? Itt láthatunk egy Jézus korabeli menyegzőt, egyébként úgy nézett ki, hogy elment a vőlegény az ő nász népében a mennyasszony apjának a házához, ott volt a mennyasszony.
asszony, elkérte a lány kezét, ha a papa adta, akkor ugye elvitte az ő édesapjának a lakásához, és ott tartották a nászt. Így nézett ki Jézus korában egy lámpás. Olajat öntöttek bele, és meggyújtották, és adott a világosságot. Képen látható az öt bölcs, az öt balga, van akinek ugye van olaja, és ezért tud világítani, és van akinek pedig nincs olaja. De még látják, mind a tíznek a kezében van a lámpás. Na most mit jelkép ez a Bibliában a lámpás? Tehát a vőlegény Krisztus, a mennyasszony az egyház, a Krisztus vár a egyház. És azt mondja, ebben megoszlás lesz a hívek között. Na most mindegyik kezében van viszont lámpás, ez a közös pontot nézik. Mindegyik kezében van lámpás, de mit jelkép ez a lámpás? Ha a Bibliát lapozzuk fel, akkor azt olvasod, a Zsoltárok könyvében, az én lábomnak, szövétnek a te igéd, és ösvényemnek világossága. Péter levelében, azt olvashatjuk Péter második levelében, hogy egy profétai szó sem támad saját magyarázatból, és aztán arról beszél lényegében, hogy a lámpás nem jelent más, mint Istennek az igéjét. A lámpás a szövétnek Isten igéje. Azaz, mind az öt balga és mind az öt szűz, bölcs, tehát mind a tíz szűz rendelkezik Isten igéjével. Tehát ebben nincs különbség. Mind a tíz olvassa úgymond az Isten igéjét. Nincs benne különbség. A második nagyon fontos hasonlóság, hogy mind a tíz elveszik. Olyan, hogy azt mondtam, hogy Jézus az öt balga alszik, az öt bölcs meg fent van. Könnyen megfejtjük a dolgokat. Csak hogy mind a tíz elalszik. Azt mondja Jézus ezzel, hogy közvetlenül az ő eljövetele előtt ezen a földön, azt látjuk, hogy egy megoszlás van a kereszténységen belül, és nyilván, hogyha Jézus azt mondja, hogy egyfajta álló állapot van, az azt jelenti, hogy sajnos a kereszténység nem bír azzal az erővel, amit bírt mondjuk az első, második, vagy harmadik században. És meg kell vallanunk őszintén, hogyha ma Európára nézünk, az egyik legnagyobb kihívása Európának mi? Az Isten igényével való kapcsolat. Nagyon sokszor beszélünk keresztény államokról. De valójában keresztények ezek az államok? Hogyha megnézzük Nyugat-Európát, Hollandiát, Belgiumot, tudják mi a legnagyobb problémája a keresztényeknek? A lelkészekkel beszélünk, hogy papokkal elmondják, hogy hétközön tele van a templom, mert a templom nagyon szép. És az emberek eljönnek a templomba, mint egy múzeumba. Megnézik, gyönyörködnek benne, lefotózzák. Azt mondta, hogy nézzen meg vasárnap. Marik vannak. Ahhoz képest, amennyien mondjuk az egyháztagsághoz tartott, nagyon kevesen járnak. És valóban én úgy látom, hogy például, hogyha Belgiumban problémát jelentenek a karácsonyfa felhámítása, mert ez bántja, mondjuk a muszlimoknak a hit, ez valami, egy keresztény államban, keresztény országban állíthatnak karácsonyfát, hogy mit szólnak a muszlimok. Döbbenetes. Tehát egy döbbenetes dolog, és azt kell mondanunk, hogy lehet látni, hogy a kereszténység olyan értelemben elveszítette az erejét, hogy nagyon kevés hatással, vagy jó hatással van a társadalom életére. A harmadik fontos dolog, amit látunk, ami összeköti még ezeket a szüzeket, hogy mindannyian kimennek lámpásaival a vőlegény elé. Azaz, mindannyian tudják, hogy Jézus jön. Hát mikor megyek ki valaki elé? Hát a dolgok, hogy jönnek. A legritkább az, hogy kimegyek a vasútállomásra, de nem jön senki. És akkor megkérdezik, hogy miért jöttek ki? Hát csak jöttem. Hát, hogy jön valaki. Akkor megyek ki a vasútállomásra, hogyha tudom, hogy jön valaki. Akkor megyek ki a busz megállóba, tudom, hogy jön valaki. Én rendszeresen szoktak menni, de jól ismerek, én bárhol és bármikor el tudok tévedni. Tehát ezt tudják magam, nálam a feleségem az, aki igazából azonnal megy, hogy merre kell menni. Bárhol és bármikor azonnal el tudok tévedni. És hogyha egy Pétel Gyulára megyek, előadást adni egy Békés Csabára, akkor nagyon sokszor már a táblánál áll egy autó, integetnek, hogy itt vagyok, és akkor követem őket, mert már ismernek, hogy azt, hogy pontosan oda érjek, ismeretlen helyre a legjobb, hogyha oda vezetnek. Mert bárhol mondom, bármikor kész vagyok eltévedni. Na most azt látjuk,
hogy ezek a szüzek mind bírnak lámpással, tehát ismerik Isten igéjét, mindegyik olvassa Isten igéjét, mindegyik várja az Úrának eljövetelét, tehát tisztában vannak vele, hogy a vőlegény jönni fog. Akkor mi a különbség? Akkor miért mondja azt a Biblia az egyik bölcs a másik napal? Miben volt a különbség? Az egyik a volt olaja, a balgárnak meg nem volt olaja. Azt mondja Jézus Krisztus ebben a példázatban, hogyha figyelünk, hogy amikor éjfélkor jön a vőlegény, akkor azt mondja, akkor felkelnek mindazok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat, a bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kihasz. Nekik nincs olaj. Ezért egy nagyon fontos kérdés, hogy akkor mit jelent az olaj? Mit jelent az olaj? Mit teszi élővé a Szentírást? Mit teszi élővé a lámpást, az olaj? A lámpás a Biblia, ugye jelképesen. A mit teszi élővé a Bibliát? A Szentlélek Isten. A Biblia azt mondja, hogy az olaj a Szentlélek Isten egyik leghatározottabb szimbóluma a Bibliában. Találkozunk vele tűzként, találkozunk vele szélként, ugye fújja hová akar, és nem tudjátok, hogy egy Nikodémusnak Jézus, hogy honnan jött és hová megy. De az Ószövetség egyik nagy szimbóluma a Szentlélek, mint olaj. Az egyetlen jelentős különbség a bolond és a bölcs szüzek között, a balga és a bölcs szüzek között, hogy a bölcs szüzek rendelkeznek az olajjal. Mit jelent akkor ez, hogy rendelkezem a Szentlélekkel? Nagyon furcsa kérdés. Az egyiknek jelen van az életében a Szentlélek, a másiknak meg nincs jelen az életében a Szentlélek. A bölcseknek jelen van az életükben a Szentlélek, a balgáknak meg nincsen. Itt érthetjük meg egyébként, hogy amikor oda mennek a balgák a bölcsekhez, és azt mondják, hogy adjál nekünk szent lelket, olajat, akkor azt mondják a bölcsek, hogy hát nem tudok. Hát nem lehet. Egyetlen ember sem adhat a másik embernek hitet. Egyetlen ember sem adhat a másiknak szent lelket. Én nem imádkozhatom valakinek el az imáját, amit neki kell imádkozni. Én nem küzdhetem meg azt a hitharcot, amit neki kell megharcolnia. Én nem olvashatom helyette úgymond a Bibliát. Hogy ő neki nincs kedve, ő nem is akarja, nem baj, mert én olvasom helyetted, majd én valahogy beráncigálok téged a mennyország ajtaját. Senkit nem vihetünk végig a válunkon, vagy a hátunkon, a mennyországba, hogy őt nem akar, őt nem érdekli, de hát azért valahogy csak beúzzuk, szerencsétlen beráncigáljuk. A hit, a kereszténység lényege egy személyes kapcsolat Istennel. És ezt a személyes kapcsolatot senki nem ápolhatja helyet. Tehát ezt a kapcsolatot, ezt én ápolhatom Istennel. Segíthetnek, támogathatnak emberek, imádkozhatnak értem, a nehézségeimben mellettem állhatnak, de azt a kapcsolatot, amit nekem kell az Istennel ápolnom, azt csak én ápolhatom. Most azt mondja a Biblia, hogy az egyik csoport rendelkezett lélekkel, a másik csoport nem rendelkezett lélekkel. Mit jelent az, hogy egy ember betölt úgymond a Szentlélekkel? Hogy a bölcsek közé tartozzon. Ennek az egyik legbiztosabb jele a megváltozott élet. Tehát ha egy ember a Szentlélek irányítása alatt tölt az életét, igenis láthatóvá válik az életében. Én nem azt mondom, hogy egyikről van másikra. Én nem azt mondom, hogy ez úgy történik meg, hogy egyik nap ilyen vagyok, másik nap olyan. Tehát nem minden ember életében ugyanúgy történnek a dolgok. De igenis lehet látni az életében egy pozitív változást, egy folyamatos pozitív változást. Ugye azt mondja a Biblia, a Szentlélek Isten jelenlétének az ember életében, ez egy legfényesebb bizonyítás, a Szentlélek gyümölcse kezdi megteremni a maga jó gyümölcsét. Mi is a Szentlélek gyümölcse? Ne gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, és folytatnám tovább. Tehát azért azt lehet látni, hogy valakinek az életében ez megvan, vagy nincs meg. Tehát lehet használni úgy a Bibliát, hogy az ember olvassa a Bibliát, azt mondja Jézus, és az, ami van a szívében, talajtalán gyökeret ereszt, és lehet látni az életen egy változást, meg lehet úgy is olvasni a Bibliát, hogy mindig csak fejbe verek vele másokat, hogy neked nem így kéne élni, neked nem úgy kéne viselkedni, jaj, hát micsoda, bűnös vagy, de igazából az én életem sem különbözik ettől. Úgyhogy azt mondja Jézus, hogy az ő eljövetelőt,
az egyházban lesz egy megosztottság a kereszténységen belül, hogy így mondjam. Lesznek olyanok, akik olvassák a Bibliát, de annak ismeretére soha el nem jutnak, mondja egy másik helyen Pál apostol, és azért nem jutnak el, mert nem a lélek által történik az életükben a változás. Igazából nincs is változás az életükben. Lehet, hogy egyfajta divatként, lehet, hogy egyfajta hát kettelésként foglalkoznak vele, de mély tartalmát nem értették meg. És milyen szomorú, hogy azt mondja Jézus, hogy amikor eljön a bűnökén, és ők be akarnak menni a mennyek szőbe, akkor nem lehetnek be. Mit tudom, hogy a mennyek szőbe? Ez egy szóval érve, ezek az emberek elkárhoznak. Van-e annál borzasztó dolog, mint amikor valaki kezében a Bibliával dolgozik? Gondoljunk bele. Van-e annál borzasztó dolog, hogy valaki a kezében a Bibliával dolgozik? Egyszerűen azért, mert lehet, hogy divatként úgy foglalkozik vele. Volt egy időszak, amikor divat lett templomba vagy gyülekezetbe járni. De nem lehetett látni az egyén életén a változást. Nem lehetett azt látni, hogy na, az ember tényleg megváltozott, jóra törekszik, stb. Folytatnám mind tovább. Tehát van ennél borzasztó dolog. A második példázatban Jézus szintén az ő eljöveteléről beszél, hogy mi előzi meg ezt a világot. A következőt mondja. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhivatázó szolgáit, és amilyen volt, átadál nekik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak 1, kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmennék pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedik azokkal, és szerzze más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is más 2-t kelt. Aki pedig az 1-et kapta, elmennék, elásta azt a földbe, elrejtette az urának a pénzét. Sok idő múlva pedig megvettem a szolgának ura, és számot vetett velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozza más 5 talentumot, mondván, uram, 5 talentumot adtál nékem, ímé más 5 talentumot nyertem azokat. Ura pedig mondanéki, jól vagyon jó és hű szolgán, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömében. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, mondta, uram, 2 talentumot adtál nékem, én még másik 2 talentumot nyertem azokon. Mondanék az ő ura, jól vagyon jó és hű szolgán, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, mondta, uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondanék ki. Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogadnak csiparlatása. Eddig a második példázat. Vegyük meg itt is a szereplőket. Ki lehetett az a gazdag úr, aki hosszú útra ment? És soká jön vissza. Jézus. És mit adott az embereknek? De mit jelent a talentum? A talentum a Biblia időben egyfajta pénz mennyiség volt, de jelentett mást is. Hogy használjuk a talentumot? Hogy maradt ránk a talentum? Mikor mondjuk, hogy valakinek jó talentuma van? Jó tudás, képessége, adottsága van. El tudnánk mondani azt, hogy kinek milyen adottsága van, képessége van? Van olyan ember, aki azt mondaná, hogy neki semmilyen képessége nincsen, semmilyen adottsága. Ja, mindenkinek van. Ahogy mondja a példázat is. De figyeljük meg, nem minden embernek ugyanaz adatik. Van, aki 2 talentumot kap, van, aki 5 talentumot kap, van, aki 1 talentumot kap. Különböző képességeink vannak, különböző adottságaink vannak, ennek folytán különböző lehetőségeink vannak az életben. De miről akar Jézus beszélni ebben? Én azt vettem észre, hogy nagyon emberek ahelyett, hogy arra törekednének,
hogy amilyen képességük van, vagy adottságuk, abból a lehető legtöbbet kihozzák, ehelyett elkezdik figyelni, hogy másoknak mi van. A Jakab levelében mondja az ige, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Az irítség megfogalmán bűn szül, illetve hogy mondjam el, hogy egyfajta megkeseredettséget szül. Ha az ember irigykedni kezd másokra, előbb-utóbb a megkeseredés útjára fog lépni. Nem hiába mondja egy másik helyen a szentes, hogy vigyázzatok, hogy ez a megkeseredésnek a gyökere az talaj ne találjon a szívetekben. Mert ha az ember ilyen keserű ember lesz, hogy mindig azt nézze, hogy másnak mi van, és ahhoz képest nekem milyen kevés, ugye? Az egy nyomorult élet lesz. Jézus azt mondta, hogy mielőtt eljönne erre a földre, azt látjuk ezen a világon, hogy vannak emberek, akik úgy élik az életüket, hogy amilyen adottságot kaptak, azt képességét tudják mások javára is, és önmaguk javára is fordítani. És aki kihasználja a legtöbbet abból az adottságból, képességből, ami neki van, újabb adatik néki. És ez természetes dolog. Mert újabb lehetőséget nyúlnak, újabb ajtók nyílnak meg. Mert ha kihozom a legtöbbet abból, amin van, az arra visz, hogy tovább tudjak haladni az életben. Az az ember viszont, aki kapott, de hagyja, hogy az irítség, a megkeseredés úrrá legyen az életén. Aki mindig csak azt figyel, hogy másnak mi van, attól még az is elvétetik, amilyen van. Milyen többenetes kép ez, nem? Figyelj meg, hogy nagyon sokszor emberek, akik kiváló adottságokkal születnek. Nem egy, nem két, nem három talentumunk van, öt talentumunk van. És mégsem viszik az életben annyira, mint azok, akik úgymond egy talentumban indultak. Miért? Mert az egy talentumból kihozta a maximumot, és újabb lehetőségei jöttek. Még akinek öt volt, hagyta, nem kamatoztatta, és azt is elvesztette, amilyen volt. Hát kérdezzem meg önöktől, hogy itt újfehér tol. A probléma szokott lenni az irítség? Előfordul? Az irítség, a megkeseredettség, az ebből fakadó megkeseredettség? Ugye? Tehát milyen érdekes, hogy az emberek mindig csak azt nézik, hogy a másik mire jutott, az utat azt nem akarják. Tehát azt a munkát, amivel elérted azt, ahol vagy, azt nem akarja. Azt az utat, ami elvezetett odáig, hogy megszerezd a diplomát, azt nem kell. Csak a végeredmény kell. Az a ház, amiben te laksz, az az autó, amiben jársz, az a diploma, ami neked van, az órák nem kellenek, amit munkával töltöttél, az éjszakázások nem kellenek, amit az iskolai tanulmányaiddal töltöttél, azokat megspórolnám, azt meghagyom neked, nekem csak az kell, ami látványossá lett az életedben. És erről beszélj. Hogy hogyan éljük az életünket az eljövetel előtt. Hogy olvassuk esetleg a Szentírás, törekszünk arra, hogy a lélek megteremje bennünk az ő jó gyümölcsét, és akkor a képességeinket és ajándékaink alapján tudunk haladni az életben, mert szolgálmatosak vagyunk, vagy pedig olvasgatjuk a Bibliát, úgy el vagyunk ezzel a hit dologgal, ezzel a kereszténységgel, de hát azért az irítség azért ott van, meg a megkeseredettség, és mindig az, hogy másnak mi van, más mire vitte, persze csalással vitte, ráig vitte, úgy vitte. Nagyon sokszor megfigyeltem azt emberek életében, hogy embertelenül viselkednek. Hát mitől válunk igazán emberré? Attól válunk igazán emberré, a képességeiket, az adottságainkat egymás szolgálatába is tudjuk állítani. Nagyon sokszor hallom napjainkban azt, hogy meg kell önmagunkat valósítani. Úgy gondolom, nagyon fontos. Tehát fontos, hogy a képességeinket és az adottságainkat felszínre hozzuk, kiaknázzuk, tudjunk haladni az életben. De hogyan? Egy érdekes könyvet olvastam az érdekek összeütközéséről. Következőképpen foglalja össze ez az író, ez a folyamatot. Jogaim vannak, amelyet senki nem kérdőjelezhet. Hát idáig mindenki el szoktuk jutni. Nekem vannak jogaim. A második. Érdekeim, nézetem, véleményem, természetes tartozékai a személyiségemnek, amelyeket senki sem vitathat. Hát idáig is el szoktuk az égni. Harmadik. Érdekeimért senki sem áll ki helyettem, magamnak kell szóvá tennem és érvényesítenem őket. Na itt már vannak gondok.
Mert nagyon sokan olyan mártírként élik az életüket, hogy valaki majd megküzdi helyettem a dolgokat, valaki majd elintézi helyettem, valaki majd ezeket megcsinálja, és akkor ülök, mint a mártír a romjaimon, mert azt látom, hogy senki nem jutatja érvényre az én érdekeimet, senki nem tanul helyettem, senki nem harcol dolgokban helyettem, én pedig azt várnám, hogy majd összefognak, és akkor mindenki én értem fog dolgozni. Ez egy keserves ébredés, amikor az ember rájön arra, hogy a saját érdekeiért ezen a földön mások nem fognak mindbe szállni. Te harcolod, neked kell megharcolni. A negyedik dolog, és itt jön a nehézség, hogy másoknak ugyanúgy megvannak az érdekeik, mint nekem, és őket is ugyanolyan jogok illetik meg, mint engem. És ebből mi következik? Az, hogy bizonyos esetekben bizony érdekösszeütközések következnek be. Mit nevezünk érdekösszeütközésnek? Egy munkahelyre 30-an adjuk be a pályázatot. Elég kevesen. Mi az én érdekem? Hogy én kerüljek oda. Mi az ő érdeke? Hogy ő kerüljek. Meg van hozzá jogom, hogy beadjam a pályázatot? Meg. És neki is? Neki is. Na most figyeljük meg, hogy nagyon sok ember, aki irigy vagy a megkeseredés uralja a lelkét, ez hogy szokta észrevenni, hogy kezeli az ilyen problémát. A másik 29 mind gonosz. Az azért adta be, hogy velem kiszúrja. Egy se jóra illő. Mert az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik olyan, és folytatnám még tovább. Egyfajta személyes hadviselésként fogja fel a dolgokat, holott miről van szó. Neki is vannak érdekei, meg nekem is vannak érdekei. És az együttélés teljesen normális szabálya, néha az érdekek összeütköznek. Ugye? Mert BL döntő van az egyik csatornán, a másikon meg az X-faktor. Ugye? Érdek összeütközés. Hogyan lehet ezt feloldani? Van 6 év. 2 évvel. Tehát nyilván, hogy vannak érdekösszön, attól még a másik nem gonosztevő, aljas, semmire való, képmutató, meg folytatnám még tovább, mert ugyanazt akarja, amit én. Ugye? Akkor hogyan lehet ezt megoldani? Úgy, ha az ember le tud mondani arról, hogy bármi áron, teljesen mindegy, hogy milyen áron, elérni a saját célját. Tehát nem azzal van gond, hogy érdekösszeütközés van, azzal van gond, hogy hogyan próbálom az én érdekeimet ezen a földön érvényre jutni. Minden áron, könyökléssel, taposással, a másik lejáratásával, legázolásával, vagy pedig azt mondom, hogy érdekösszeütközésünk van, de ettől te nem vagy az ellenségem, becsületesen és tisztességesen, az adottságaim szerint élve, végzem az én szolgálatomat, és nem irigykedéssel, és nem megkeseredettséggel. Jézus tehát azt mondja, hogy ezen a földön lesz olyan időszak, amikor az emberek életében az irigység lesz a főhelyen, a megkeseredés lesz a főhelyen, és ember farkasává válik. És ezt az időszakot Jézus azt mondja, hogy őt megelőző korszak lesz. A harmadik példázat, szintén nagyon érdekes, és ugyanerről szól természetesen, ez pedig az utolsó ítéletről szól a példázat. Azt mondja Jézus, mikor pedig eljön az embernek fia, tehát ki az embernek fia, ugye önmagáról beszél, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elég gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Nyertek én atyának áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néka az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, szomjúhoztál és innadattunk volna, mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna. És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felállókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjúhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem.
akkor ezek is felelnek majd én kimondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, szomjúhoztál, vagy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyen, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez a harmadik példázat. Miről szól ez a példázat? Nagyon röviden összefoglalva, mondom, nem az egész példázatot, nem teljes mélységében mondjuk ki, csak a mi kérdésünkre választatva. Egyrészt azt mondja a Biblia, hogy Jézus eljövetele előtt, illetve amikor Jézus eljön az égen felvében, ő megtartja az ítéletet. Tehát Jézus kezében van az ítélkezés joga. Na most az ítélkezés során juhok és kecskék példájában szétválasztja az emberiséget. Hajdú Szoboszlón beszéltem el, és abban a kedvező helyzetben volt, hogy ott volt egy pásztor. És kihívtam őt, és megkérdeztem, hogy Lajos, én nem ismerem különösebben az állatokat, de mondd meg nekem, össze lehet-e keverni a juhokat a kecskékkel? Azt mondta nekem, hogy ne hát, te, hogy azt mondja, lehetetlen összekeverni őket, még te is meg tudnál őket különböztetni. Úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy azt mondod, hogy én is. És kérdeztem tőle, hogy lehet-e hiba? Tehát előfordulhat, hogy mondjuk a pásztor összekeveri mégis őket, és egy lyuk kerül a kecskék közé, meg egy kecske a lyukok közé. És azt mondta, hogy ilyen kizárt. Azaz, Jézus ítéletében nem lesz hiba. Ez nagyon fontos. Nem lesz tévedés. Tehát ez nem olyan, hogy vagy igen, vagy nem, hogy a törvényszék vagy így dönt, vagy így dönt, hanem Jézus pontosan az ítéletben pontosan dönt, helyesen dönt, nincs kérdője, nem lesz téve is. Másik érdekes dolog ebben a példázatban, hogy nagyon sokféleképpen szokták ezt a példázatot használni. Egy alkalommal, amikor éppen kampánycsend volt Magyarországon, elmentem egy vallási közösségbe. Csak a aki prédikált, az elmondta, hogy most kampánycsend van, tehát szeretné megkérni a jelenlévőket, hogy ezen a helyen ne politizáljanak. Majd elmondta ezt a példázatot, és így szólt Jézus a jobb keze felől állókhoz, kedves gyülekezet. Ó, atyámnak áldottai, ti örömlétek a földön. És így szólt a bal keze felől állókhoz, távozzatok tőlem, ti áldozottak. Vagy csend lett, és következő mondta, van fiam, hallja, mit mond a lélek. Gyülekezetnek. Tehát így is lehet használni ezt a példázatot, aminek ugye semmi köze az, amit Jézus szeretett volna elmondani. Egyrészt is el akartam mondani, hogy a ítéletben nem lesz hiba, nem lesz tévedés. És a második dolog, hogy megint csak két csoportot látunk. Mind a háromnál ugye csoportokat látunk. Az egyik, aki ugye Szentlélek által víz a tevékenységét, a másik. Az egyik, aki kamatoztatja azt a képességét, amit kapott, a másik meg csak irigykedik meg állandóan, hát a másik fenyő fogát. A harmadikban azt mondja Jézus, hogy ti ennem adtatok, innom adtatok, egy csomó jó cselekedetet mond el, és erről mit mondanak az igazak? Hát mit adtatok ti ezt? Hogyan lehetséges úgy jót tenni, hogy az ember nem is tudja? Hogyha a szívéből származik. Ha a szívéből származik. Ez olyan, mint az édesanyád. Hát el tudnád mondani, hogy hányszor keltek fel a gyerekhez? El tudnád mondani, hogy hányszor főztek tejbe gízdát, ha megkívántam? Hányszor sültek palacsintát? Fel van ez jegyezve valahol? Felszokták jegyezni? Elő tudnák azt venni ilyen listaként, hogy na most akkor én ezen a napon felkeltem hozzá reggel 5 órakor, mert sírt. Másnap felírom, hogy reggel 2-kor keltem hozzá fel, mert sírt. Nem. Egyszerűen miért teszi? Mert a szívében van. Mert nem is tudna máshogy tenni már. Mert azokhoz tartozik, akik a Szentlélek irányítása alatt élik az életüket, és ebből következőleg a jó cselekvése, a segítés már a jellemükből fakad. És mit mond a második csoport? Hát mikor láttuk, hogy te itt volt, aztán láttuk. Hát volt ilyen. Ezek az emberek azokat jelképezik, akik viszont stimuláznak. Úgy feljegyzik. Akik adnak, de hogy adnak? Hogy mindenki lássa. Tehát, hogy mindenki lássa, úgy adnak. Hogy mindenkinek a szemében ők nagyok lehessen. Sokféleképpen lehet adni. Lehet úgy is adni egy másik embernek, hogy nem alázom meg, ugye? És úgy is lehet adni, hogy végig alázom és megszívem. Úgy is lehet adni, hogy arról senki nem tud. Csak a kiadja meg. Úgy is lehet adni, hogy másról sem beszél az egész városnak, az egész utca, csak arról, hogy én milyen nagyszerűen vagyok. Az egyik arról szól, hogy segítsen, a másik arról szól, hogy az emberek rólam beszélnek, hogy milyen jó ember vagyok én igazából, mert ez a ember, hogy mennyit segített meg, mennyit adott.
És mindig vannak ilyen, hadd mondjam, ilyen kampány keresztény emberek. Tudják, hogy ilyen kampányszerűen élik az életüket. Hogyha éppen karácsony van, akkor most mosolyunk. Akkor most 2-3 napig nagyon szeretjük a családot, nagyon otthoniasan veszünk a családot, még viszünk a szegényeket és egy kis alamisnát. Hát, hogy aztán a hétfői napján mi van? Hát ugye az egy másik kérdés. Szóval nagyon sokszor azt látjuk tényleg az életben, hogy emberek kampányszerűen tesznek jót, úgy tesznek jót, hogy az róluk szóljon, ő róluk beszéljenek, és nem azért, mert azokat látják, akiket valójában segíteni kell. Jézus ebben a három példázatban elmondja, hogy milyen lesz ez a világ az ő eljövetele előtt. Egyrészt beszél a keresztény egyházon belüli megosztottságról, beszél arról, hogy a kereszténységen belül bizony problémák lesznek, hogy egyfajta alvó kereszténységről beszél Jézus. Beszél arról is Jézus, hogy lesznek olyanok, akik kezükben tartják a Bibliát, de megtagadják annak erejét, tehát nem látszik az életükön az, hogy valójában ők keresztény értékrendet vallanak, és egyébként szerintem a legtaszítóbb dolog, a lehető legtaszítóbb dolog az, hogyha egy ember arról beszél, hogy ő hívő, és gyökeresen mások élet. Tehát, hogy van, amit taszító egy ember életében, mondjuk egy olyannak, aki nem hívő, akkor ez az. Amikor valaki azt mondja, hogy én templombejáró vagyok, én ilyen vagyok, én olyan vagyok, és azt mondom, hogy az ember, aki a templom közébe sem megy, sokkal becsülesebben, tisztességesebben él. Ha van taszító dolg embereknek, akkor ez azért úgy gondolom, hogy nagyon sokan gyűlölték meg úgy Jézus, hogy soha nem olvasták a Bibliát, soha nem foglalkoztak a bibliai dolgokkal, csak látták azt, hogy magukat hívőnek nevező emberek, hogy élnek. Mit tesznek? A családtól, a feleséggel, a férjel, folytat a gyerekekkel, és azt mondták, hogy na hát, legyen a kereszténység. Köszönöm szépen, én nem kérek belőle, van nekem bajom éppen elég. Szóval Jézus éppen erről beszélt. A második példázatban azt mondta Jézus, hogy mielőtt eljön, akkor ezen a földön azt lehet látni, hogy nagy lesz az irítség, nagy lesz a megkeseredettség az emberek szívében, és sajnos kevesebben lesznek olyanok, akik pedig kamatoztatják azt a képességet, amik van. És végül azt mondja Jézus az eljövetel az ítéletkor, hogy bizony lesznek olyan emberek, akik kampányszerűen tesznek jót, látványosan, mert róluk beszéljenek, és lesznek olyanok, akiknek már jelenikké válik az, hogy jót tesznek, akiknek már nem tűnik az fel, hogy jót gyakorolnak, hanem élik maguk életét. Gondolját végig, az, hogy egy férj hűséges a feleségéhez, vagy egy feleség hűséges az ő férjéhez, hát nyilvánvalóan ezt nem kampányszerűen kell tenni. Nagyon érdekes dolgot olvastam, Hesseni Fülöp, Luther és Melanchthon korában volt, ugye protestantizmus támogató volt egy időben, nagyon korán bősült. És akkor hát a saját bevallása szerint ez a Fülöp leghosszabb időt, amit hűségben töltött, az 3 hét volt. Ez volt a leghosszabb idő. Azonban 1539-ben ez az ember vérbajos lett. És úgy gondolta, hogy az Isten megmutatta neki azt, hogy hát ez az életkor azért mégsem helyes. És ezért úgy döntött, hogy ő hűséges lesz. De, mondta a feleségének, ahhoz, hogy ezt tartani tudja, hát ehhez választott egy 16 éves fiatal lányt, akit a felesége mellett menne a második feleségnek. Mert hogy ő most már hűséges típus akar lenni, nem akar ám ilyen kicsapongó lenni, de hát ugye neki meg kevés egy, azt, hogy hát akkor legyen kettő. Szóval, hogy nem ez a fajta kereszténység, amiről Jézus Krisztus beszél. Nem ez a fajta hozzáállás, amiről Jézus beszél. Hanem, hogy a Szentlélek Isten áld meg, ahol tényleg az ember már úgy teszi a jót, hogy fel sem tűnik neki, nem programszerűen, nem kampányszerűen, nem jelleméből fakadóan, és ahol képességei, adottságai, szorgalommal kamatoztatja. Mert aki ezt teszi, az megtapasztalja az életben, hogy újabb és újabb talentumokat kap az Istentől. 3 példázatot ígértem önöknek erre a mai napra, ez volt az a 3 példázat. Lehetőség van még arra is, hogy végén, hogyha kérdések vannak, akkor erről esetleg. És ne felejtsék el, hogy a jövő héten, péntek este, ebben az évben az utolsó záró alkalmunk lesz. Ami témánk az egy ókori király álma. Krisztus előtt 602-ben Babilonban a királynak volt egy különleges álma. És ebben az álomban feltárult az emberiség jövője. És én ezt az álmot szeretném önökkel megosztani. Beszélni fogunk arról, hogy az ősi, sumér, babiloni emberek hogyan gondolkodtak a világról, a csillagjóslásról, az asztrológiáról, az álomlátás készségéről,
És aztán kimondottan ennek az álomnak a történetét fogjuk megvizsgálni, hogy vajon ez a Krisztus előtt 602-ben babiloni királynak adott álom, hogy így mondjam, vagy a babiloni király álma valóban feltárta a jövőt, és elmondta is számunkra azt, hogy mi történt, és mi fog történni a világban. Erre hívom és várom neked szeretettel a jövő héten, pénteken este, 5 órai kezdettel a helyi művelődési házban, művelési központban. Örülök annak, hogy együtt lehettem önökkel, mindenkinek jó egészséget kívánok a kellemes hétvégét, és hogyha van kérdés, akkor természetesen arra van lehetőségünk is. Tanárok, nagyon köszönöm a előadást. Lehet, hogy én a témához most mellé nyúlok idézőjelbe. A téma érdeke is viszonylag sokat olvasok hozzá önszorgalomból és érdeklődésből, de azt mondjuk, hogy a levendélisták azok Jézussal szinkronban korábban éltek. Ön azt mondta, és más egyházi témák is ugye azt mondják, hogy 1400-1500-as években az ősi egyházról beszélünk. Tehát ezek az evangélistáknak akkor én postomban régen volt, nem éltek. És szinkronban sémi, arámi, görög, héber, latin és magyar nyelvre kávéldás már lefolytottuk valamilyen hibák folytán magyarra. Ezáltal én úgy gondolom, visszautalva majd Josephus Fabiusnak a gép könyvére, ahol ő is, mint akkor szinkronban élő történetíró, esetleg már állítja meg az ön előadásában is, most én nem azt mondom, hogy ellentétekben, de a felsorolt témák és evangéliumban felsorolt témákhoz a példák, a példabeszédek, azok ugye már a mai kort idézték, pro és kontra, ami szerintem nincsenek szinkron egymásban, mert esetleg a fordításokból, vagy a kifejtésekből, vagy a hozzáadói gondolatokból kell, hogy generáljanak ellentéteket ezáltal, akár Jézus példabeszédeivel, amik hívő ember részéről, mert hogy azt mondja, hogy egyet Isten is, mindegy, mostanában az református vagy katolikus és más lehet, én fejet vagyok mindegy, de ellentéteket vélek fölfejezni. Ezekkel bármilyen hívő is vagyok, nem tudok egyetérteni, hiszen nem látta 1400-ban, amikor 1080-ban meghalt. Első szám egyes személyben beszél, amikor ő már nem is volt ott 1416-ban. Tehát visszatérve, tehát Jézus tanítványai, az utolsó élő tanítvány János apostol volt. Ő Krisztus után 100 környékén halt meg. Tehát ez nem kérdés. Az őskereszténység, amikor az őskereszténységről beszélünk, az őskereszténység az a Palesztinán kívüli, elsősorban pogány keresztényekből álló közösséget jelenti az első-második században. Amihez csatlakozik a zsidó kereszténység, amely Palesztinán és Szírián belüli kereszténységről beszélünk, elsősorban zsidó átterű emberekről, akik aztán később, hát ugye szétszóratnak 70 után. Most Josephus Flavius írásaiban Jézussal kapcsolatban van utalás. Van utalás Jézus életéről Josephus Fabiusnál, mégpedig a feltámadásával összefüggésben, amikor a keresztényekről beszél Josephus Fabius. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Josephus Fabius az egy olyan zsidó volt, aki a szabadságharc aktív tagja, majd pedig általában az ellenséghez, a rómaiakhoz. És úgy írja meg a történelmet, tehát azért óvatosan kell bánni Josephus Fabiusnak az elsőről, mert hát egy olyan ember volt, aki hol itt, hol ott, attól függelében merre is haladt a politika szekere. Igen, a harmadik dolog, hogy vannak ellentétek vallások között. Igen, én úgy gondolom, hogy vannak ellentétek vallások között, ez fakad abból, tehát magából a gyökérből fakad. Ugye, hogyha nézzük a reformáció munkáját, hogy mi volt a legnagyobb kérdés, hogy mi a tekintély. Lehet-e tekintély a hagyomány és a Biblia együtt, vagy csak a Biblia tekintély? Ha már azt mondjuk, hogy csak a Biblia, akkor már feszültségbe keveredem a római katolikus közösséggel, mármint nem a közösséggel, csak a tanításaival. Tehát amikor erről beszélünk, azért kérem, hogy figyeljünk, hogy nem az emberekről beszélünk, hanem az egyház tanításáról beszélünk.
Tehát, hogy akkor már feszültség támad, hiszen azt mondja a római katolikus tanítás, hogy a hagyományok, az egyházi hagyományok, az egy szinten mozog egymással, ezzel szemben a reformáció, a Lutheré, a Calvin, a Zwingli és a többi azt mondja, hogy csak a Szentírás, egyedül a Szentírás által lehet a mi alapunk a hitben. Tehát már is összeütközéseket láthatunk. A harmadik dolog, hogy ez azt látnunk kell, hogy Jézus olyan módon mondta el a példázatait, amelyek minden korra érthetőek. De a Máté Evangélium a 25, már minden korban adtak az embereknek, így értem, de a Máté Evangélium a 25. fejezetében közvetlenül az ő eljövetelőről beszél. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Tehát, hogy 24-ben beszél arról, már 24-ben mi lesz ezen a világon, az apokaliptikus beszél, és azt mondja, hogy akkor, pedig ez lesz a Földön. Tehát az akkor az arra utal, hogy az ő eljövetele előtti időszakot mutatjuk be, amit nem tudunk, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk, amikor jön el Jézus, de azt látjuk azért, hogy a világunk az nem olyan, mint amilyen volt. Sem az erkölcsiségében, sem a gazdaságában, tehát azt azért lehet látni, hogy ez a világ, ahogyan most van, és sokáig nem működhet így. És szerintem ehhez nem kell hívő embernek lenni, hogy az ember ezt erre a felismerésre eljusson. Ez a világ úgy, ahogyan eddig működött, nem működhet tovább, mert olyan szintű problémák és feszültségek vannak a társadalomban, világ szinten mondjuk ezt, amit most már egy-egy bevándorlás problémája másnak, amik Afrikából, Európa felé, vagy Mexikó és az Egyesült Államok közötti bevándorlási problémája. A gazdasági problémák, a társadalmi feszültségek, pénzügyi problémák, amikor is beszélve, olyan szintű problémák vannak, hogy nem kell az keresztény emberek lenni, hogy azt mondjuk, hogy ez a világ így tovább nem mehet. Sokáig ez megy, nem mehet. Tehát valaminek változnia kell, hát ez így tovább nem mehet. Mert a világ pusztulásából van. És Jézus mondom, hogy ilyenkorról beszélt akkor, anélkül mondom ezt, hogy én azt mondom rá, hogy Jézus ektől vagy akkor jön vissza. Én nem tudom, hogy mi van vissza Jézus, nem bízta rám, jobb is, hogyha nem tudom. Szerintem, ha az ember tudja, hogy mikor jönne vissza Jézus, akkor tudja, hogy van. Ha tudja, hogy holnap jön vissza, akkor mikor kell rá készülni, hát rájön szombat este. Vagy vasárnap reggel. Nem, csak erre mondom, hogy nagyon sok ember úgy így lenne. Ha tudnám, hogy Jézus hétfőn jön, akkor semmikor, majd vasárnap este oda nézek rá és felkészülök. Ezért mondja Jézus, hogy úgy éljünk, hogy Luther is ezt mondta, ha tudnám, hogy Jézus holnap jön, jön minden pár. Úgy éljünk, hogy mintha örökké ezen a Földön, és úgy éljük az életünket, hogy ha Jézus eljön bármikor, készen van az ő eljövetelére. Végezzük a munkánkat, óra, imádkozzunk és dolgozzunk. És kamatoztassuk a talentumot. Köszönöm szépen. Van-e kérdés még esetleg? Ha nincsen kérdés, akkor örülök annak, hogy együtt lehettünk, és pénteken találkozhatunk ismét, ebben az évben ilyen értelemben utoljára, a Művelődési Házban, mindenkit várunk szeretettel. Nagyon izgalmas, de nagyon érdekes útra fogunk elindulni. Hát ha megéljük. Hát 21-ig én találkozom. Hát ha megéljük. Meg vagy éljük, mert nekem 22-ig én karácsony ünnepélyen van szoboztunk. Gyerekbemutatóval, úgyhogy nem tudok mást.